Humán meteorológiai jó tanácsok következnek. Vendégünk Ivádi Anett humán meteorológus. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Köszöntöm a kedves nézőket is! A legutóbbi alkalommal már megemlítettük, hogy eljött a hideg, itt az igazi tél. Most valóban hó is van, hideg is van. Marad ez a tartós hideg idő? Mit lehet erről tudni? Pontosan ezt nem lehet megmondani, de mivel beköszöntött a tél, így elég nagy esély van arra, hogy most már inkább a hidegebb időszakokat éljük, a reggeli fagyokra, akár napközben is fagyokra, és tényleg az ilyen télies hőmérsékletekre kell felkészítenünk a szervezetünket. Jó is, hogy ezt említi, az én környezetemben sokan panaszkodnak fáradékonyságra azóta, mióta ez a nagy hideg van. Ez valóban a hidegnek tudható be, vagy a több sötétnek, vagy mi az, ami kikezdi a szervezetet ilyenkor? A kettő együttesen nagyon megterhelő, de inkább a kettő közül a sötétség és a fényhiány az, amelyik fáradékonyságot, levertséget okoz. Ilyenkor érezhetően megnő minden embernek az alvás igénye, és az megfigyelhető, hogy amíg mondjuk nyáron tényleg korábban felkeltünk, akár magunktól is, most például már olyan, amíg fel nem kell a nap, addig még ébresztő órával is csak nehezebben ébredünk fel, és tovább tart az az időszak, amikor tényleg a fit szellemi állapotba kerülünk. Mire kell ügyelnünk a táplálkozásunkkal kapcsolatban ebben az időben? Ilyenkor az is észrevehető a fényhiánynak is, és a hideg időnek köszönhetően is, hogy megnő a vágy a kalóriadúsabb ételek, zsírosabb ételek és az édességek után is. Na most az annyi igazság van ebben, hogy a szervezet jelzi, hogy több energiára van szüksége, több zsírt szeretne elraktározni a téli hideg ellen való védelemre, és jó is, hogyha ezt valamilyen szinten kiszolgáljuk, de azért nem szabad túlzásokba esni, mértéket kell tartani ebben is. Ugye jó, hogy említette a mértéket, mert közelednek a karácsonyi ünnepek, és ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit többet tegyünk. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valami jó tanács, amire érdemes odafigyelni? Hát igen, karácsonykor azért nem illik visszautasítani, hogyha vendégségben vagyunk és kínálgatnak minket, de tényleg ügyeljünk arra, hogy ne együk tele magunkat, nagyon megterheli a gyomrunkat, és inkább válasszuk a kevésbé zsíros és fűszeres fogásokat, lehet enni húsokat persze természetesen, valamint a halak is nagyon jó, karácsonykor azért halat is előszeretettel tesznek az asztalra, és figyeljünk arra is, hogy kiegészítésképpen nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt is fogyaszt, ugyanis sokkal több vitamint és ásványi anyagot elhasznál a szervezet, ezért gyakrabban és nagyobb mennyiségben kell ezeket pótolnunk. Az öltözködéssel kapcsolatban mire figyeljünk? Ugye amikor változékony idő volt, akkor nagyon kellett arra figyelni, hogy ne fázzunk meg attól, hogy nagy hőmérséklet különbségek vannak. Most nagyon hideg van, most ilyenkor hogyan öltözzünk fel? Ilyenkor is törekedjünk arra, hogy minél vastagabban öltözzünk fel, és minden a testünknek minden tájékát óvjuk. Most már nem csak a kabátra van szükség, hanem a kezünket a bőrkiszáradás ellen a kesztyűvel védhetjük, sapkát is hordjunk, különösen figyeljünk a kisgyerekekre és a kisbabákra is, mert nagyon könnyen megfázhatnak. Akár nem csak a fejbőrünk fázhat meg, hanem fejünkön át mi is könnyen megbetegedhetünk, különféle gyulladásokat beszerezhetünk. A lábunkon is most már nem jó, hogyha vékony talpú a cipő vagy a lábbeli, azon kívül, hogy érezzük a hideget, a lábszárunkat is védeni kell, tehát a csizmák kerüljenek elő, vastag zoknik, harisnyák, és itt is, mint ahogy az előbb említettem, a kisgyerekekre kell legjobban figyelni, ugyanis ők könnyebben megfázhatnak, és a közben, hogy ők mozognak, például többet, szaladgálnak, játszanak, nem nagyon érzékelik a hideget, ettől függetlenül ugyanúgy meg tudnak ők is betegedni. A bőrkiszáradáshoz visszatérnék, hogy ezzel sokan küzdünk, ugye a kézről van szó, a kesztyűt említette, vannak krémek is, ilyenkor milyen krémet jobb használni, vizes krémeket, vagy zsíros krémeket, vagy melyik az, amelyik segít ennek a bőrkiszáradásnak a megelőzésében? A vizes krémeket ilyenkor nem javasolt használni, ugyanis pont a víztartalma miatt, hogyha kimegyünk a hidegre, ez így ki is fagyhat, vagy kicsapódhat, még jobban árthat a kéznek, hanem inkább ehelyett a zsírdúsabb krémeket célszerű elővenni, az ilyen olajokat, különböző olajos magvaknak, például mandula olaj, vagy avokádó olajat tartalmazó
készítményeket, ezen kívül a sea vajat tartalmazó krémek is nagyon jók, azokat ugyanúgy arra törekedjünk, hogy ne csak a kezünkre használjuk, hanem az arcunk is könnyen kipirosodik és kiszárad, és még ezen kívül nagyon jók az ilyen gyógyszertárban kapható színező és illatanyagmentes különböző kenőcsök, amelyek az allergiának a kockázatát is lecsökkentik. Még a közlekedésről ejtsünk néhány szót, ugye csúszósak az utak a fagy miatt. Egyrészt mi az oka annak, hogy csúszósak az utak, és mire kell ügyelnünk azzal kapcsolatban, hogy ne szenvedjünk balesetet, akár gyalogosan, akár autóval? Természetesen a csúszós utak oka pontosan ez a fagy és ez a hideg idő. Hogyha hó esik, akkor amíg nem takarítják el, addig a latyak is csúszhat, valamint hogyha az autók rá simítják, lelapítják, akkor maga a hóréteg is, de az, hogyha nincs kellőképpen megtisztítva a járda is, vagy éppen megtisztították, de ilyen nagyon finom légnedvesség kifagy az úttestre, az is nagyon síkos tud lenni, és hogyha nem figyelünk oda, egy-egy hirtelen mozdulattal akár tényleg gyorsan el is eshetünk, és komoly sérüléseket is szenvedhetünk. Ezért fontos, hogy mindenki ügyeljen arra, hogy a saját a háztája előtt azért próbálja meg a járdát is, és valamennyire ott a környéket tisztán tartani, ezzel is segítve azt, hogy aki arra jár, az ne szenvedjen komoly balesetet. Még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Ugye a főútvonalakat, azokat most már ilyen környezetbarát anyagokkal tisztítják, de ugye a járdákért ki a saját háza előtt felelős. Sokan használnak még sót, homokot, ezek közül, hát vannak legendák, hogy van amelyik veszélyes, van amelyik nem. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? Vagy ön hogy gondolja? Igen, az út sózása az veszélyes, ugyanis a sóból olyan anyagok, vagyis hát az anyag az kikezdi az aszfaltot, az útburkolatot. A homok jobb megoldás, valamint hamut is szoktak még ilyenkor alkalmazni, és lehet már kapni a üzletekben kifejezetten ilyen csúszás gátló szereket, amelyek ugyanúgy hatnak, mint a só, mégsem károsítják annyira a járműveket és az útburkolatot. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.